Sziasztok, Ercsői Dani vagyok, és ez itt a Lecsengés. Abból az apropóból jelentkezem most be, hogy hát meglátogattam német Ágit, méghozzá San Sadurniban, Barcelonától nem messze, amit úgy ismerünk, mint a Káva fővárosa, éppen most van a híres Káva tászta, vagyis a Káva kóstoló. Hát ennek körülmére nem is kávát kóstolok, hanem egy korpinátot. Egy kicsit bonyolult lenne most elmagyarázni ebben a videóban, hogy mi a különbség a káva és a korpinát között. Szerintem a lényeg az annyi, hogy a korpinátosok azok mind, ahogy Ági is mondja, ilyen szent őrültek, nagyon-nagyon komolyan veszik, hogy egy csúcs kategóriás terméket produkáljanak, vagyis a káva az mostanra egyre inkább a nem is tudom, csóró ember pezsgője lett, vagy legalábbis a piac így reagál rá, és ebből próbáltak kitörni, és ezért csináltak valami külön eredetvédelmet, és ez lett a korpinát. És most kiugrottunk a városka, vagyis San Sadurni határában fekvő Sabatei Coca nevű korpinát házba, Ági javaslatára. Egyébként Ági például itt vezet kóstolókat hetente háromszor, szóval ha találkozni akartok vele, akkor ide fizessetek be egy kóstolóra, és valószínűleg ő fogja tartani a kóstolót. Mondjuk előtte lehet, hogy nem árt vele egyeztetni, hogy biztosan ő legyen, de hogy hát szerintem ez megéri. És amit a Sabatei Cocáról nagyon-nagyon gyorsan tudni lehet, az az, hogy körülbelül 44-45 hektáron gazdálkodnak, és minden szőlő itt terül el a birtokközpont körül, úgyhogy egy ilyen ideális kis helyi paradicsomi állapotok uralkodnak itt. És ráadásul tényleg szentőrült a fickó, akivel itt beszélgettem, mert hogy teljesen belement abba, hogy a különböző parcellákban különböző talajokat analizáljon, és arról különböző borokat csináljon, úgyhogy minden egyes parcelláról külön-külön erjesztik ki a tételeket, és csak utána házasítanak. Teljesen elmebetegek. Tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor 72 parcelláról 18 különböző talajtípust analizáltak, és hát gondoljátok végig, hogy erről mind-mind külön szüretelnek, mind-mind külön erjesztenek, szóval van meló bőven. A nagypapa tiszteletére palackozták és készítették ezt a pezsgőt, meg is mutatom nektek, hogy miről is van szó. A nagypapa, Josep Coca, hát állítólag elég fiatalon meghalt, szóval a mostani tulaj, aki készíti a pezsgőket, talán csak annyira emlékszik, hogy tőle kapott egy biciklit, vagy az első bicikliét, de egyébként a fotója az megtalálható minden egyes palackon, vagyis hát nem is a palackon, hanem azon a pici izén, ami a pezsgős palack dugójának a tetején van, ennek a belső részén van egy fotó minden egyes palacnál a nagypapáról, ha erről a pezsgőről, tehát a Josep Coca nevű pezsgőről beszélünk. És ami most éppen elérhető a piacon, az nem más, mint a 18-as évjárat, ami egyébként 80% Cerello és 20% Macabeo. És hát nézzük is a pezsgőt, aminek, ha látjátok, egy ilyen közepes, mély citrom színe van. És az illatában azért már érződik, hogy ez egy ilyen komolyabban érlelt pezsgő. Valamennyire fűszeres is, mellette természetesen megjelennek ezek a klasszikus mediterrán citrusos aromák. De azért az alapvetően nem a gyümölcsösség vezeti, hogyha egy kicsit komolyabbra venném a figurát, akkor azt is mondanám, hogy még egy talán egy picit-picit ásványos is. Hiába jöttem kocsiba, Spanyolországban nincs zéró tolerancia, úgyhogy itt, ha vezettek, nyugodtan le lehet nyelni egy kolypezsgőt, és ezt bőlne nekiköpni, mert hogy bődületesen jó. Lendületes, mégis nagyon egyben van, viszonylag hosszú a lecsengése, viszonylag zamatos az egész korty, szóval egy igazi olyan pezsgő, amit jól esik inni, hála a nagypapának, meg hála azoknak, akik a nagypapára akarnak emlékezni, és a nagypapa emlékére ilyen bődületesen jó pezsgőket palackoznak. Az árát valahol 26 euró környékén határozták meg, ami szerintem egy ilyen pezsgőért nagyjából az ajándék kategória, úgyhogy ha itt jártok San Sadurniban, akkor gyertek ide, látogassátok meg a pincészetet, járjátok végig Ági vezetésével az egészet, és utána a kóstolón, hát nyilván mindenki kiválaszthatja azt, ami igazán tetszik neki, de én azt javaslom, hogy egy ilyen palack pezsgővel térjetek haza. Szerintem ez mindenkinek befér a repülőn a csomagjába. Csomagoljatok be egy inkbe, és én is ezt fogom csinálni, és akkor talán nem törik össze. Sziasztok!
A Lecsengés csak egy YouTube csatorna. Ha ennél is jobban érdekel titeket a borvilága, akkor iratkozzatok be a Borkollégiumba, ahol olyan felkészült és szuper jófej oktatók várnak titeket, mint például én, Tali a Borkoliban. Ez volt a Lecsengés. Hogyha tetszett, akkor léci, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, kövessetek a Facebookon, az Instagramon, meg mindenhol máshol, de személyesen nem, mert attól egy kicsit vélek. Hello, hello!